Ez a 2013-as év első eredményes élettalálkozója, és terveink szerint nem az utolsó. Szia, Éva! Boldog új évet! Kértek annyira közel, amennyire csak bírtok, de elég közel vagytok így is, úgyhogy... És nem tudom, hogy telt a karácsony, hogy telt a szilveszter. Van egy érdekes dolog, amiről Encsivel gondolkoztunk az elmúlt napokban többször is. És bár lehet, hogy nem ez lesz az üzenetünk, de egy pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. A gondolat ez, hogy sokan nem szeretik az életüket. Sokan úgy érzik, hogy egyfajta kényszerpályán élnek. Hogy a napjaik olyan dolgokkal vannak tele, amiket nem ők választottak. Amiket igazából nem akarnak. A hétköznapok szürkék. Olyanok, amelyeknek nem örülünk reggel, amikor felkelünk, és amiket nem várunk este, amikor lefekszünk. Nagyon sok ember olyan napokat él, amelyek helyett másokat kívánna. Más napokat, jobb időket, valami mást. És nagyon sokszor olyan dolgokhoz, olyan kategóriákhoz kötik a másságot, amelyek elérhetetlenek. És sokszor nem is valósak. Nem is reálisak, és ami még szomorúbb, vagy ez talán nem is szomorú, hanem vigasztaló, nem hoznák azt az életet, ami hiányzik az úgymond szürke hétköznapokból. Tudod, ha egy másik országban élnék, hogyha más lenne a munkám, ha több pénzem lenne, ha, és sorolhatnám. És ez az, amin gondolkoztunk, hogy vajon mekkora szabadságunk van megválasztani, hogy mivel teljenek a napjaink, hogy miről szóljon az életünk. A kényelem, amit olyan nagyon istenítünk, a kényelem, ami olyan fontos a 21. század emberének, azt az árat követeli, azt a vámot szedi az életünkön, hogy egyre kevésbé vagyunk hajlandóak kockáztatni. Másképp mondom, egyre kevésbé vagyunk hajlandóak változtatni. Nem szeretjük a napjainkat, úgy érezzük, hogy nem azzal telnek, amivel kellene, de ismerősek a napok, kényelmesek. Nem szeretem őket, de jártam már itt, és egyfajta biztonságot hoznak. A változtatás kényelmetlen lenne, a változtatás kockázattal járna, és megtanultunk nem kockáztatni. És arra jutottunk, hogy a többsége azoknak a dolgoknak, amiket nem szeretünk, azok nem azért vannak ott, mert ott kell lenniük, mert Isten úgy rendelte, hogy ott legyenek, hanem egyszerűen azért, mert nem vesszük magunknak a bátorságot, hogy váltsunk. Hogy a szabadságunkban, amelyet Isten adott nekünk, lépjünk, és egy olyan földre tegyük a lábunkat, amire azelőtt nem. Ugye ezt mondta Isten Ábrahámnak, igaz? Neki mondta, hogy azt a földet, amire a lábadat teszed, Józsuénak mondta, neki is mondta, de azt hiszem Ábrahámnak mondta, hogy azt a földet, amire a lábadat teszed, neked adom. Melyik földet adod nekem?
azt, amire a lábadat teszed. És persze megmondta a határokat, mint belül, de nem lehet minden a tiéd, de amit bejársz, amit választasz, az a tiéd lehet. Elmersz-e indulni? Mersz-e bejárni olyan földet, ahol eddig nem jártál? És Isten igazából szabadságra hívott el minket. Amikor az ő szolgái vagyunk, amikor az ő életét éljük, amikor a keskeny úton járunk, amely annyira keskeny, hogy igazából nincsenek is alternatívák, ő az út, és ő az, akiben bízom, és ő az, akire hagyatkozom, és ő az Istenem, és nincs Istenem rajta kívül, ennyire keskeny az út, ez a keskeny út egy nagyon tágas térre visz minket. Egy olyan térre, ahol Isten fiai vagyunk, ahol olyanok vagyunk, mint ő, ahol nem robotokat, nem agyatlan, bologató rabszolgákat akar, hanem fiakat, lányokat, és igen, használja ezt a szót rabszolga, de olyan szolga, akire az Ura rábízza a vagyonát, akinek sok döntési szabadsága van, aki gazdálkodik, aki szeretve van, akinek a döntései fontosak és megváltoztatják akár az örökké valóságot is. Miért beszélek erről? Mert az új év mindig egy olyan időszak, ahol az ember azt mondja, hogy mostantól minden másképp lesz. És legtöbbször nem lesz. De nem azért nem, mert nem vagyunk szabadok. Nem azért nem, mert Isten bezárt egy kis gyufás katujába, ahol néha megrázogat, hogy benne vagy-e még. Hanem azért, mert azt gondolom, hogy egy csomó az életünk egy számos területén nem élünk azzal a szabadsággal, ami a miénk. És ezek nem nagy dolgok, ezek szürke hétköznapok, amikben van jó néhány mozdíthatatlan mérföldkő, ezekre szükség van. Borzasztó fontos, hogy legyenek olyan döntéseink, amelyeket sose kérdőjelezünk meg. Istennel, a családdal, az értékrendünkkel, hogy legyenek olyan sarokkövei az életünknek, amelyek olyanok, mint szikla a parton. Csak tudod, neki csapódik a víz, de az csak áll és megingathatatlan. Ezek legyenek állandóak. Azoknak kell lenniük. Viszont ezután van ezer apróság, amely csak azért állandó, mert régen nem raktam arrébb. Ha zavar, rakd arrébb. Szabad vagy rá. Hitben. Ha hitben meg tudod tenni Isten előtt a szabadságodban, akkor rakd. Szeretnék sportolni, akkor menj el és sportolj. De nem tehetem, nincs rá időm. De 24 órád van. Tudod, gazdálkod ki. Több időt szeretnék tölteni a barátokkal, tudod, a gyülekezettel. Tedd meg. De nem tehetem, mert nem tudom megtenni. De meg lehet tenni, és meg tudod tenni, csak van egy ára. Döntsd el, hogy azt az árat megéri, és aztán fizesd meg. Ahhoz, hogy valamire igen tudjak mondani, többnyire valami másra nemet kell mondani. Néha nemet kell mondani a kényelemre, néha nemet kell mondani egy másik programra, mindegy, de meg tudod tenni. És jó néhány ilyen dolgot végigbeszéltünk Encsivel. És rájöttünk, hogy azok a dolgok, amiket szívesen megváltoztatnánk, amiket nem mindig szeretünk a hétköznapokban, nincsenek is olyan messze. Tehát úgy értem, lehet rajtuk változtatni, és amit szeretnénk helyette, azok nincsenek elérhetetlen távolságban. Csak élni kell azzal a tekintéllyel, ami a miénk. Nem tudom, hogy ez egy jó gondolat-e, így év elejére. Még régen, amikor vállalkozási tanácsadással foglalkoztam, ismertem ezt a betegséget. Nem tudom, hogy volt egy fogalom, amit használtam rá.
nem jut az eszembe, de nagyon találó volt. Ez az, amikor egy ember kiszolgáltatottnak érzi magát, és úgy érzi, hogy kényszerpályán van az élete. És legtöbbször ez arról szól, hogy megfeledkezett a szabadságáról és felelősségéről. Micsoda megtiszteltetés, Józsi, Isten hozott. Az életének a megváltozásához nem hegyeket kell elmozdítani, hanem sokszor csak felismerni, hogy hozhat új döntéseket, és hogy megéri. És mindennek azt hiszem, hogy köze lesz az üzenethez, de szeretnék imádkozni előtte, és azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon fontos gondolat, nagyon egyszerű gondolatunk van, amit remélem, hogy el fogok tudni mondani, remélem, hogy az Úr odaadja nekünk. Úgyhogy kezdjük egy imával, mert az jelentősen növeli az esélyeinket. Mennyei Atyánk, itt vagyunk előtted. Az Úr 2013. esztendeje. Egy év, amely előttünk áll veled. Egy időszak, amelyel neked célod és terved van. Egy időszak, amelytől talán remélünk valamit, amelyben kihívások, örömök, lehetőségek és nehézségek várnak ránk. Egy időszak, amely akkor hozza a legnagyobb nyereséget, hogyha megtanulunk veled élni, ha megtalálunk téged, mint a végső választ, mint az életünk középpontját, mint az egyetlen bizalmunkat és egyetlen elvárásunkat. Azt mondtad, hogy ha megismerjük az igazságot, az igazság szabadokká tesz minket. És te vagy az igazság. Az az imánk így év elején, hogy ezen az úton feléd vigyél minket tovább. A te időzítésedben, a te tervedben. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. A 119. Zsoltárból szeretnék olvasni egy részt. És ez a 67. fejezet, nem, vers, igaz. 119 volt a fejezet. Ezt mondja, hogy mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem, de most megtartom beszédedet. Ki ez bátorító? Mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem. Ne kárhoztassátok magatokat, ez nem egy ilyen kötekedő üzenet, ez jó lesz, ez jó lesz. Tehát, hogy ugyan már, nőj föl, legyél érett. Egyszerűen ez van. Úgy értem, tévelygünk. Be vagyunk csapva. Mindenki, én is. Nem is tudom, miért beszélek itt. Talán azért, mert nem a magamét mondom, hanem megpróbálom azt, amit az Úr ad, Isten. De be vagyunk csapva. Ami valami olyasmit jelent, hogy a valóság annak a természeti és természet feletti
kategóriáival, a személyes életünk részleteiről, a családunkról, a Istenről, az életünk céljáról, az értékekről, mi fontos, mi nem, az időzítésekről, az életről van egy elképzelésünk, amely nem fedi, sok ponton nem fedi a valóságot. És ahogy haladunk előre az életben, úgy világosság gyúl előttünk. És a 119. Zsoltár mondja, hogy a te igéd a világosság nekem. Ami valami olyasmit jelent, hogy próbáljuk megérteni az életet, helyesen gondolkozni mind afelől, ami van, próbálunk finoman hangoltak lenni. Nem csak tudni, hogy ott egy fa, hanem azt is tudni, hogy milyen öreg az a fa, hogy milyen magas, hogy éle még, vagy már meghalt. Próbáljuk a dolgokat aként látni, azzal a súllyal, azzal a jelentőség teljességgel, amivel Isten látja. A fontosat fontosnak, a lényegtelent lényegtelennek. És sok ponton sötétségben vagyunk. Mégis vannak elképzeléseink, és ezek az elképzelések, amelyek nem Isten tényein alapulnak, ezek tévesek. Be vagyunk csapva. És ahogy tanulunk, ahogy haladunk előre az életben, ahogy Isten keresztül visz minket helyzeteken, ahogy egyre többet tapasztalunk valóságosan, a fizikai világban élve, vagy tapasztalunk a Bibliát olvasva egy mély elmélkedésben, Isten felgyújtja a fényt, és az imában megélt élmény, tapasztalat értékű, ahogy egyre többet élünk, úgy Isten világosságot gyújt. És azt látjuk, hogy Atya világ, erről én ezt én eddig nem láttam. Erről én eddig azt gondoltam. Én ezt nem láttam eddig. És most látok. És azt látom, hogy az értékrendünk, a hitrendszerünk, az elképzelésünk az életről olyan mélyen belénk gyökeresedett sokszor, hogy egy egyszerű kis lecke nem változtat rajta. Kemények vagyunk. Makacsak. A téveigésünkben. És ne értsd félre, nem mutogatok rá, tévejegsz. Hogy értem, Isten az egyetlen, aki nem tévejeg. Ő a teljes valóság birtokosa. Mi meg csak, tudod, de minél nagyobb a tévedésünk, annál több fájdalommal éljük az életünket. Annál több mindenről maradunk le. Én nem akarok sötétségben élni. Én világosságban szeretnék. Ha tévelgek, szeretném, ha kijavítanának, hogy ha be vagyok csapva, akkor szeretnék helyreállni. Én a világosságban szeretnék élni. És ezt mondja a Zsoltár, hogy mielőtt nyomorúságért tévelyektem, de most, megtartom beszédedet. De a hangsúlyt az elejére szeretném tenni, hogy mielőtt nyomorúságért tévelyektem. Láttam egy jó-jó filmet. Egy jó-jó filmet. És erről beszélni fogok. Sőt, azt mondom, hogy kötelező lenne megnéznetek. Jó, menjetek el moziba. Megrázó volt. Letaglózó. Ugyanakkor az életnek egy rendkívüli ünneplése. És olyan alapkategóriáknak, alapértékeknek a felmagasztalása, amelyet ti mind bírtok, és amelyet mind, én azt gondolom, hogy mind hétköznapi normalitásnak vesztek, mint ahogy én is. Címe? A címe a lehetetlen. És a 21. század legnagyobb természeti katasztrófájáról szól, a tájföldi cunamiról, a
ami ugye ezt az egész térséget elpusztította. Ha jól tudom, több mint 120 ezer, bár javítsatok ki, halottja volt a katasztrófának, amely érte a helyieket, de érte a világ minden részéről odautazó turistákat. Bizonyos értelemben az egész földet érte egy csapás. Mindenhonnan voltak áldozatok. És ez a film egy megtörtént eseményt dolgoz föl, egy családnak a történetét. Férj, feleség és három gyerek, egy 13 éves, egy talán 6 éves és egy ilyen 3-4 éves körüli kismanó. Az ő szemszögükből nézi végig a katasztrófát, azzal az igényességgel, hogy a valóban megtörtént eseményeket a lehető legpontosabban és a lehető legmélyebb teljességében rekonstruálják. Tehát a film forgatókönyve teljes egészében a megtörtént valóságos eseményeknek lett alávetve. Egy család igaz történetét meséli el, akik átmentek ezen a katasztrófán. És nem akarom elmesélni a történetet, de happy end-el végződik. Ott voltak a parton, őket vitte el a víz talán elsőnek, és csodával határos módon mindannyian túlélték. Az anyuka nagyon komolyan megsebesült, és szétszóródtak egymástól mindannyian. És a történet arról a drámáról szól, ahogy egyik pillanatról a másikra az életünk csúcspontjának vélt nyaralásból egy élethalál, egy nagyon-nagyon valós élethalál küzdelembe kerül az ember, ahol miután a víz elment, és vasdarabok átszúrtak, fák felhasítottak, többször odavágtak ehhez, ahhoz elájultál, és valahogy mégis fölkeveredtél, és aztán jött a következő hullám, és az egész kezdődött még egyszer, és láttad a gyerekedet, hogy viszi a víz, megpróbáltad elérni, de nem tudtad, és láttad, hogy őt is odavágja, és aztán a sötétség, és aztán megint fény, és amikor mindennek vége van, és meglátod a gyerekedet, az egyiket, ugye te tudod, az egyik megvan, és tudod, a víz kezd visszamenni, tudod, romok vannak mindenhol. Tehát az a világ, ami az előbb gyönyörű volt, és paradicsomi, darabjaira hullik, és szemét, és roncsok, és törmelék, és iszap, és büdös víz van mindenütt. És sehol senki. Nem jönnek a mentők, a civilizáció nem siet a segítségünkre, mindenkit és mindent elvitt a víz. És ott állsz térdig a dzsuvában, és azt veszed észre, hogy félig szétnyílt a tested. Olyan sebeid vannak, amit tudod, a gyerek ránéz az anyjára, és nem szembírja nézni. Rosszul lesz. És tudod, és el kell menni valahova. Elindulnak. És tényleg az életért folytatott küzdelem. És egyszer csak meghallanak egy gyerekhangot, gyereksírást. Tudod, csend van. És az anya azt hiszem meg kell, hogy keressük. És a fiú, a nagyfiú, 13 éves, őt találta meg elsőnek, azt mondja, hogy nem mehetünk, sebesült vagy, nekünk kell biztonságba helyeznünk magunkat. Mi van, ha jön még egy hullám, azt nem éljük túl. És tudod, az anyja megállítja, és azt mondja, hogy figyelj, csak képzeld el, hogy az a kis hang az öcsét hangja.
és ő ül valahol, lehet, hogy sebesülten, lehet, hogy nem, mindegy, de egy ilyen esemény után rémülten, egyedül valahol, nem akarnál érte menni? Nem akarnál neki segíteni? És nagyon érdekes dolgot mondott az anyja. Azt mondta, hogy ha ez az utolsó dolog, amit életünkben teszünk, akkor is meg kell, hogy keressük. És egy ilyen 4 éves körüli kisfiú fekszik ilyen moszatok alatt. Kiszedik, és nincs semmi baja. És magukkal viszik. És aztán elszakadnak tőle később, eltűnik, és aztán a kórházban a fiú újra látja, és megtalálta az apját, és a kisfiú boldog. A nő majdnem belehal. Tehát nyilván elmérgesednek a sebei, vérmérgezést kap, nincs segítség sokáig. Az apa a két kicsivel szinte karcolás nélkül megúszza, de nem tudják, hogy hol van az anya és a nagyfiú. Keresik őket. Elszakadnak egymástól a gyerekek és az apja. A gyerekeket viszik teherautóval, nyilván próbálják már összeszedni az árvákat, és valahogy gondoskodni róluk. És csak ilyen megdöbbentő látni, ahogy így minden átértékelődik. És volt egy nagyon jó kép, egy zseniális kép a filmben, hogy egy éjszakai ilyen már gyűjtőhelyen, vagy nem is tudom mi, beszélgetnek az áldozók, és egy férfi mondja, hogy a térde meg ki van ficamodva, fönnmaradt a szobában. És amikor hallotta a morajlást, fölkelt, és megtalálta az asztalon a cetlit, hogy lementünk a partra. A család, a felesége és a gyereke. És már vitte is a víz, vitte víz mindent. És azt mondja, hogy nincs áram, a mobiltelefonját őrizgeti, hogy ne merüljön le az aksia, hogy hát, ha hívja őt a felesége. És nagyon érdekes, hogy akik elveszítettek valakit, akik igazán átmentek ezen a drámán, azok megváltoztak. Mindjárt mutatom a képet. És vannak jó néhányan, akik teljesen megúszták, ugye, akik mint tudom, egy szállodának az emeleti szobájában voltak, azok megúszták. Az alját a víz elvitte, de fönt semmi nem történt. És az ő számukra ez csak egy rosszul sikerült nyaralás volt. És idegesek, bosszankodnak. Ezt érted? Bosszankodnak, hogy elcsesződött, bocsánat, a nyaralásuk. És egy férfi telefonál a szálloda előtt, és valamilyen járatot keres, vagy taxit, vagy valamit. A felesége hisztizik mellette, hogy tudod, miért nem csinálsz már valamit, itt állok ebben a izében, a semmiben, a hidegben, meg mit tudom én. És jön ez a fickó, az apa, és látja, hogy telefonál, és elkéri a telefont tőle, hogy bocsánat, csak egy rövid hívás, elvesztettem a családomat, hogy hazatelefonálnék. Azt mondja, hagyjon békén a szét, mindenkinek hiányzik valami, nekem szükségem van erre a telefonra, meg kell, hogy szervezzem az elutazásunkat, és nem adja neki oda. De ilyen arrogánsan. És aztán később ez a másik férfi, aki elvesztette a családját, és aki őrizgette a mobilját, hát ha hívja a felesége, az pedig azt mondja, hogy figyelj, itt van a telefonom, és telefonálj haza. És csak erre gondoltam, és ez igazából talán a történetnek és az egésznek a lényege, hogy, és erről nemrég beszéltünk, hogy mi, 21. századi emberek, elveszítettük az arányérzékünket. Nem tudjuk már, mi az értékes, és mi nem. Nem tudjuk, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem tudjuk, hogy mi a
az élet normális része, mi a probléma és mi a tragédia. Olyan dolgokat hívunk problémának, amelyek arra sem méltóak, hogy egyáltalán gondoljunk felőlük. Olyan dolgok miatt szenvedünk és vagyunk kibukva, amelyek arra sem méltóak, hogy két-három gondolatnál többet szállj rá. Elvesztettük az arányérzékünket, az életünk bezsugorodott, a kényelmünk és az elképzeléseink teljesülésének a pici kis elemeire. És egy borzasztó sebezhető és egy borzasztó szégyenletes életet élünk. Lehet, hogy nem mindannyian, de a saját életemben látom ezt, és látom azt, hogy nincs ott az élet ünneplése. Nincs ott az igazi értékekért való áldozathozatal. Nincs ott egy csomó minden, ami, ha átjárná a hétköznapjaimat, akkor minden napom egy dicsőséges ünnep lenne. Akkor minden napom a hőstettek sorozatából állhatna. Hanem ehelyett megszervezem a kényelmes hazautamat, és bosszankodom, hogy tudod, eltolódott a nyaralásom. Hogy tudod, koszos vagyok, és már nem mostam fogat, nem tudom mióta. És tudod, dolgok, amik csak nem számítanak. És a film végén a család egymásra talált, és tényleg túlélték, hihetetlen. A nőt megműtötték, és ő is meggyógyul, és repülnek haza egy ilyen kórházrepülővel, vagy mivel, és a nagyfiú elmondja az anyjának, hogy látta azt a kisrácot, akit megmentettek az apjával, és nagyon boldog volt. És tudod, nincs egy ilyen, tudod, egy olyan happy end, hogy tudod, tehát, hanem csak az van, hogy tudod, hogy élünk. Ezt érted, élünk. Élünk, megy tovább, élünk. És erre gondoltam, hogy basszus, ez nekünk megvan. Ezt érted? Élünk. És ebben az életben ráadásul még szabadok is vagyunk. Szabadok vagyunk odaadni a mobiltelefonunkat, szabadok vagyunk arra, hogy túlélőket keressünk, szabadok vagyunk arra, hogy miután majdnem mindent elveszítettünk, még mindig másokra gondoljunk. Szabadok vagyunk hétköznapi hősöknek lenni, szabadok vagyunk az életünket átrendezni, ide menni, oda menni, szabadok vagyunk. Csak el kellene döntenünk, hogy hogyan gondolkozunk, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mi az, aminek megengedjük, hogy uralja az életünket és a gondolatainkat, és mi az, aminek nem. Ezt mondja a Zsoltár író, hogy mielőtt nyomorúság ért, tévelyektem, tévedésben voltam az egész élet felől. Ezen gondolkoztam, hogy tudod, miért enged meg Isten ilyen tragédiákat? Elvitt a víz 120 ezer embert, vagy még többet. És mi láttuk? Nem láttuk? Úgy értem, a neten meg lehetett nézni, a tévé közvetítette. És mit jelentett nekünk? Mit jelent? Semmit. Tudod, lehet, hogy néhányan imádkoztunk érte. De igazán azoknak jelentett, akik ott voltak, akik átélték, akik majdnem elveszítették az életüket. És
Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb becsapottságunk az az élet alapkategóriáival kapcsolatos. Az élet és halál kérdése, a Isten és az Istentől kapott környezet, az áldások nagyra értékelése, a hála, és aztán a további értékek, más emberek sorsa, és a lehetőség, hogy arra hatásunk legyen. Ezek kapcsán vagyunk a legnagyobb tévedésben. És ezt mondja a Zsoltár író, hogy mielőtt nyomorúságért tévelyektem. És nem hiszem, sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszem, hogy én a saját sötétségemből ki tudok jönni nyomorúság nélkül. Mert olyan makacsos vagyunk, olyan mélyen, olyan arroganciával köteleztük el magunkat a saját értékrendünk és elképzeléseink mellett. Na de Sanyi, miért akarsz belepiszkálni az értékrendemben? Mert ha nem Isten valóságában és az ő mércéjével élünk, akkor becsapottságban élünk. Szükségtelen szenvedéssel, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor ez szégyenletes élettel. Én nem akarok az a bunkó lenni, aki miután átélt egy ilyen katasztrófát, annyit tud csak mondani, hogy figyelj, segít, hogy mindenki vesztett itt valamit, hagyjál békén. Pedig képes lennék rá. Csak eléggé meg kell maradnom a saját érdekeim mellett, a saját rendszerem mellett. És csak egyszerűen be kell raknom a szemellenzőt, hogy téged és a többieket már ne lássam. De nem hiszem, hogy van ember, aki így akar élni. Nem hiszem, hogy van ember, aki a szíve mélyén arról álmodik, hogy ez legyen. Úgyhogy erre jutottam, hogy az élet nagyra értékelése, minden nap hála, számba venni a szinte nem is látott apróságokat, miszerint épp most nem fáj semmim. Nem fáj semmim. Ezt értitek? Nem fáj semmim. Valamelyik éjjel nem tudtam aludni, fájt a hasam. De nagyon, tehát annyira, hogy nem tudsz aludni, és nem múlt el. Tudod, és csak erre gondoltam, hogy ahhoz, hogy most boldog legyek, csak ennek a fájdalomnak kéne elmúlnia. De várjál, akkor abba az állapotba kerülnél, ahol tegnap boldogtalan voltál. Akkor lehet, hogy tegnap voltam bolond. Lehet, hogy hálásnak kéne lennem. Lehet, hogy sokkal több minden nem van, mint amim nincs. Hála. És aztán a következő szabadság. Szabadság. És ezzel fogom befejezni a gondolatomat. A modern ember keserűségének és bánatának a többségét ez a bizonyos kiszolgáltatottság érzés adja. Eladta magát a kényelemnek, bezárta magát a hétköznap ismétlődő események közé, és börtönben él. De egy olyanban, amit persze a társadalom a világ rakott köré, de amelynek a kulcsa továbbra is nála van, amelyből kijöhetne. De kijönni kockázattal jár. Föl kell adni a biztosat a bizonytalanért. Ára van. És íme a következő gondolat, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok a te biztonságod. És nem olyan biztonság vagyok, amely elegendő a hétköznapokban, elegendő a munkahelyi stresszben, a családi kihívásokban, a pénzügyi nehézségekben, hanem olyan, aki elegendő vagyok akkor is, 46. Zsoltár, amikor a hegyek a tengerbe omolnak, amikor a víz tajt égzik, amikor háborognak a hullámai, és amikor mindent elvisz.
abból, amit te eddig életnek hívtál. Én egy olyan alap vagyok, amit ha megtanulsz élni, ha engem elfogadsz végső és egyedüli megoldásként, ha én leszek az egyetlen bizalmad, akkor egy olyan alapot kapsz, amely alapon az életed sem lesz drága, amely alapon semmilyen körülménytől nem fogsz félni, amely alapon bármivel szembe tudsz nézni, és akkor nem fogsz félni a kényelmetlenségtől, attól, hogy változtass. Egyszer csak észre fogod venni, hogy szabad vagy, hogy Isten az enyém, Isten az Uram, Isten vezet, Isten vigyáz rám, és léphetek, és léphetek, és egyszer csak szabad vagyok abból a börtönből, amit a félelem rakott körém. A félelem miatt nem változtattam, a félelem miatt nem éltem a felelősségemmel, a félelem az, amely fogságban tartja az embert. Ugye, de hogy mondja egy János, hogy a szeretetben, a tökéletes szeretetben nincs félelem, igaz? Hogy a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. És megismerem az igazságot, és az igazság szabaddá tesz engem. Hála, az élet ünneplése, Isten, aki adott, és csak számolom, hogy mi mindent, csak számolom, hogy mi mindent, és aztán szabadság. És egy élet, amelynek a hétköznapjai már nem szürkék. Egy élet, amely minden nap egy ünneplés, amely minden nap hőstettek sorozata. Egy élet, amely istené, és amelyet én a becsapottságomból felébredve egyre világosabban és világosabban látok. Napról napra, hétről hétre, évről évre. És tudod, amikor Isten bekopogtat, és azt mondja, hogy elvinnélek egy új leckére, amikor Isten bekopogtat, és azt mondja, hogy bemennék ott egy hátsó szobába, és fényt gyújtanék. És mindez kényelmetlenséggel jár, mert fel kell borítania valamit, amihez eddig ragaszkodtam, akkor tudod mit? Örülj! Akkor csak tudd, hogy egy szerető Isten szerető kezekkel visz előre. És az, amit érzel, a fájdalom, a félelem, a pillanatnyi megrettenés, csak egy múló pillanat. Egy pillanatnyi könnyű szenvedés, amely minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk, akik nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy gyújtsd fényt a lelkünkben. Légy te a lámpásunk, legyen a te ígéd a világosságunk. És amikor szerető kezekkel előre viszel minket az életben, legyünk gyorsak a hallásra, legyünk engedelmes szívűek, akik tanulnak, látnak, gyorsan egyetértenek. És hadd legyen az életünk napról napra egy ünnep, a te ismereted, a veled való közösség, a te általad létrehozott értékek, az élet ünneplése. És hogy lássunk másokat, hogy amikor megmenekültünk, lássuk azokat, akik még elvesztek, és hogy megmentsünk másokat, akik olyanok, mint egy mi közülünk,
én is lehetnék a fiam, a feleségem. Sok száz, sok ezer, milliónyi ember, akik ugyanezt az életet ünnepelhetnék, ha megtalálnák. Vidd el nekik, Urunk, és segíts nekünk hirdetni, felemelni. Ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ez az első lépés. Az örök élet egy ajándék. Jézus Isten itt volt a Földön 2000 évvel ezelőtt, és meghalt minden hibádért, minden bűnödért. Ha hiszel ő benne, ő magára veszi a bűneidet, és elviszi őket tőled, és örök életet ad helyette. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket.